Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Tragédia. Hárman meghaltak pálinka főzés közben Szexárdon. Új út vezet a megye határáig, 350 millió forintos útfejlesztés Jágónaknál. Donautica, exkluzív hotelt adtak át Domboriban. Útfejlesztés, 2,5 milliárd forintos pályázatot nyújt be Szexárd. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hárman meghaltak Szexárdon pálinka főzés közben csütörtökön késő délután, hogy pontosan miként történt a tragédia, azt nem árulják el a hatóságok. Pálinkát egyébként a szükséges előírásokat betartva bárki főzhet otthon, azóta, hogy pár éve legalizálták ezt. A NAV adatai azt mutatják, hogy évről évre többen készítik el így a magyarok kedvenc alkoholos italát. Tavaly már több mint 21 ezer házi üst szerepelt a NAV nyilvántartásában. Ebben a szexárdi dűlőben történt a tragédia, a három áldozat egy tanyában főzte a pálinkát, hogy pontosan mi történt, azt sem a katasztrófavédelem, sem a rendőrség szóvivője nem árult el. A helyiek robbanást sem hallottak, így nem lehet tudni, mi vezetett a tragédiához. A rendőrség közigazgatási eljárást indított, ez azt jelenti, hogy kizárták az idegenkezűséget. Innen néhány tíz méterre található a Dűlő nevével megegyező utca. Ott próbáltunk helyieket megkérdezni, mit tudnak az esetről, ám mindenki tőlünk hallott róla először. Ketten azt mondták, az övék nem olyan környék, ahol bárki is pálinkát főzne otthon. Pedig pálinkát bárki főzhet magának Magyarországon, és a NAV adatai szerint sokan főznek is. Tavaly több mint 21 ezer házi üstöt jelentettek be, és nagyjából 85 millió forintot fizettek be az államkasszába az otthon desztillálók. A házi pálinka főzéshez csak egy desztilláló berendezésre is arra van szükség, hogy a főzés szándékát bejelentsék a helyi önkormányzatnál. Ezt követően minden liter pálinka után 700 forintért párlatadó jegyet kell rendelni az adóhatóságtól. Évente minimum 5 és maximum 86 darab jegyet lehet igényelni, és a kifőzött pálinka tiszta szesz tartalma nem lehet több mint 50%. Bár sokan készítenek házilag pálinkát, a folyamat még a készen vásárolt berendezésekkel sem veszélytelen. A leggyakoribb tragédia forrás, hogy a nyomás alatt lévő rendszer felrobban. Ilyen esetből minden évben több is előfordul Magyarországon. Az ipari park fejlesztéséből lehetősége van Szexárdnak 2,5 milliárd forint értékben úthálózat fejlesztésre. Ennek részleteit is tárgyalta a város közgyűlése. Döntés született arról is, hogy egyelőre nem épül át a szőlőhegyi óvoda, mert a megemelkedett költségek miatt újra tervezésre van szükség. Várhatóan az ősz végén kerül átadásra a mini bölcsőde a Kadarka utcában. A munkálatok elhúzódása, pótmunkák és az esőzés okozta támfalcsúszás miatt kellett határidőt módosítani. Azt az ígéretet teljesítettük, hogy bővíteni fogjuk a bölcsődei férőhelyek számát, de hogyha ezt így csomagban kezeljük, akkor tulajdonképpen igazából ugye érintett a szőlőegyi óvoda is, hiszen minden óvodánk, iskolánk, bölcsödénk érintett a fejlesztésekben. Mi szeretnénk odafigyelni, hogy a város valamennyi területén ezek az intézmények kapjanak forrásokat és újuljanak meg, vagy bővüljenek éppen. A szőlőhegyen erre még várni kell, mondta Ács Dezső. Olyan magasak lettek az elmúlt egy évben az építőanyag árak, hogy az eredeti tervekre szánt költségvetés már nem elegendő. Most a szőlőegyi óvoda esetében egy kicsit le kell ülnünk, és át kell gondolni, hogy miből tudjuk kiegészíteni a forrásokat, vagy milyen olyan megoldásokat tudunk találni, amely a funkció csökkentése nélkül, mondjuk egy bizonyos műszaki tartalom csökkentés eredményez mellett, az határozott célja a városnak, hogy ezeket a projekteket meg fogja valósítani. Csak most az elmúlt néhány hónap változásai egy kicsit magasabbra tették a lécet, és jobban össze kell szorítani a fogunkat ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő forrásokat. Az ipari parki fejlesztésben 2,5 milliárd forint áll a város rendelkezésére, útfejlesztésre, amit a környező utak korszerűsítésére és megépítésére fordíthat Szexárd. Úgy szeretne gazdálkodni, hogy egyszer az autópálya és a város közötti útfelújítása történjen meg kerékpárút kiépítésével, aztán az autópálya és a Kesejűs közötti, tehát a Gemenc közötti felújítás valósuljon meg szintén kerékpárúttal,
illetve bizonyos ipari területek feltárása történhessen meg. A majdani termentesítő, hogy inkább azt mondom, elkerülő útnak a megépítéséhez szükség van arra, hogy esetleg ott a Tolnatáj mindegy körforgalom kialakításra kerüljön. Most tulajdonképpen erre adjuk be a pályázatunkat, és meglátjuk, hogy meg tudjuk ezekből a pályázati forrásokból ezeket az elképzeléseket alosítani. Amennyiben még forrás marad, van természetesen elképzelésünk, hiszen meg kell majd nyitnunk előbb-utóbb a Mátyás Király utcát is, termentesítő útról, illetve valószínűleg a Tesco-nál is körforgalom lesz szükség ahhoz, hogy az áldatlanállapotok megszűnjenek. Teljesen megújult Tolnán az ország legnagyobb dunai holtágának partján található kajakkenu bázis. A helyi tömeg és a versenysportban is kiemelt szerepet betöltő egyesület 38 millió forintot költhet a létesítmény fejlesztésére egy pályázatnak köszönhetően. A beruházás így a város költségvetését egy forinttal sem terheli meg. A kajakkenu bázis így a második fejlesztés, ami a dunai holtág partját érinti Tolnán. A város ugyanis korábban elnyert egy több 100 millió forintos fejlesztésre fordítható pályázatot, aminek köszönhetően a vízpartot és annak környezetét teljesen átalakítják. Most a kenubázissal kapcsolatban az önkormányzati képviselőknek csütörtöki testületi ülésen csupán arról kellett dönteniük, hogy hozzájárulnak-e a város jelentős sportfejlesztéséhez. Nincs annál jobb dolog, amikor fejlesztés van, és ez nekünk még pénzbe se kerül, úgyhogy nyilván örömmel teszünk az ilyeneknek eleget. Én azt gondolom, hogy mindig minden ilyen kérésnek elébe mentünk, és akár mi kerestük a megoldási lehetőségeket. Ugye ne felejtsük el, hogy ebben az évben ugyanott valamely önerőt kellett vállalni a sportpálya fejlesztésén, amit a Tolnai Football Club használ, de itt most ez teljes egészében a Tolnai Sportegyesület, Kajakkenu Sportegyesület megoldja. Összesen 12 napirendi pontról tárgyalt a Bonyhádi képviselőtestület tanácskozásán. A testület többek között megszavazta a mezőföldvíz törzstőke emelését, miután az elmúlt évi kötelező béremelés és áramdíj emelkedés hatására 110 millió forint többletköltsége keletkezett a cégnek, amelyet már nem tudott kigazdálkodni. A szolgáltatást igénybe vevő települések létszámarányosan járulnak hozzá a tőke emeléshez, ez Bonyhád tekintetében 8,5 millió forintot jelent. Ez lehető teszi a társaság jövőbeni zökkenőmentes működését. Exkluzív étterem és szálloda nyitotta meg kapuit Domboriban a Holt Duna partján. A komplexumban strand, pezsgőfürdő, medence, szauna, 6 apartmanház és 11 egyedi megjelenésű szoba várja a vendégeket. A hotel megnyitóján többek között Süli János tárca nélküli miniszter üdvözölte a beruházást, és beszédében a vállalkozói bizalom fontosságát emelte ki. 1996-ban vásárolta meg Varga József és felesége ezt a területet, majd 98-ban nyitott meg a Dombori Beach a vendégek előtt. A mostani természetközeli, modern kialakítású környezet és hotel ma már semmiben nem hasonlít korábbi elődjére. Pénteken délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Donautica étterem és hotel. A komplexum egy olyan piaci rést tölt be működésével, ami hosszú távra meghatározó szereplőjévé teszi a környék idegenforgalmának. A hotel és étterem megnyitóján Varga József tulajdonos köszöntőjében kiemelte, mindig is fontos szerepet játszott életében a Duna és a Holt Duna. Aki szereti a természetet, aki jót akar enni, aki jól akarja érezni magát, mert ez egy igényes környezet, és aki igényes is, mert az a helyzet, hogy tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon extravagáns és szép hely. Annyit mondott a barátom, hogy Józsi, ez teljesen mindegy, hogy Londonba, Párizsba, New Yorkba vagy Shanghaiba van, ez a világon mindenhol megállja a helyét. Süli János tárca nélküli miniszter is köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva a vállalkozói bizalmat, hiszen 8500 fő munkavállalót várnak a Paks 2 fejlesztés kapcsán, akiknek a kikapcsolódását szolgálhatja adott esetben a hotel. Ez a bizalom azt szolgálja, hogy ő majd itt vendégül szeretné látni az építkezésen dolgozó műszaki állományt, családostól egyéb. Ezt értettem rajta, ez egy szép hely. Itt el lehet tölteni szép környezetbe, kinézünk az ablakon, látjuk a Holt Dunát, ami az egyik legjobban karba tartott magyarországi Holt Duna.
A komplexumban 6 apartman és 11 szoba várja a pihenni vágyókat. Minden szoba külön belső dizájnnal rendelkezik, így nincs két egyforma a hotelben. Ezen kívül külön homokos strand, medence, pezsgőmedence, szauna áll a vendégek rendelkezésére, de rengeteg vízi és egyéb sportlehetőséget is kínál a hotel, aminek látványkonyhás étterme nem csak a szálló vendégeket várja az év minden napján. A lakáskassa támogatási rendszer átalakításával a felszabaduló forrásokkal kibővítik a csokrendszert. 3 gyerekeseknek 15 millióra bővül a kedvezményes kölcsönlehetőség összege, az eddigi 10 milliós kedvezményes kamattam támogatású kölcsönt pedig a 2 gyerekesek is igénybe vehetik majd. Továbbra is új lakásra lehet felvenni, illetve ha valaki bővíti a lakást, gyakorlatilag felújításra is használható. Mivel banki konstrukciókat kell kialakítani, nem valószínű, hogy január 1-e előtt ez megvalósul, de a törvényi hatályba léptetést még idénre tervezik. Már a buszsofőrök sem szerettek végigmenni Kaposszegcsőtől Jágónakon keresztül Tolna és Baranya megye határáig, annyira járhatatlan, rossz minőségű volt az út. Ám most 346 millió forintnyi top forrásból megújult ez az út is, mintegy 6 kilométeres szakaszon. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 20 útszakaszt újítanak fel, aminek a 70-80%-a már elkészült. Könnyedén hajt át a felújított úton ez az autós Jágónak főutcáján. A fejlesztésre a helyiek régóta vártak már. A több mint 30 éves járhatatlan, rossz minőségű utakra sokat panaszkodtak a sofőrök, különösen az autóbuszvezetők, mondja Jágónak polgármestere. Nagyon örülünk neki, nagyon rossz minőségű, úgymond már járhatatlanok voltak az útjaink. Nagyon sokszor jelezték a volántól, hogy hát nem nagyon jó szándékkal szeretnék beengedni a buszaikat. A Kaposszegcsőt, Jágónakot és Meződöt összekötő út egészen Baranya és Tolna megye határáig újult meg a településfejlesztési operatív programból elnyert 346 millió forintból. Országos szinten a Magyar Közút Nonprofit ZRT több mint 529 kilométer új utat újít teljes körűen fel. Ez a burkolatokat, patkátokat, vízelvezetőket jelenti. Ez az út is gyakorlatilag teljes körűen fel lett újítva, Tolna megyei szakasza, ami 6,2 kilométer, illetve az út tartalmaz egy hidat, a Sáradi patakon a lévő hidat, az is teljes körűen felújításra került. Tolna megyébe 27,5 milliárd forintnyi topforrás érkezik. A projekteknek zöld utat adó Tolna megyei önkormányzat elnöke azt emelte ki, a megyét járva úgy tapasztalják, jó helyre kerültek a források. Hiszen mindenki a köszönet hangján, a dicséret hangján, vagy pedig a kicsit morózusabbak azt mondják, ugye megmondtam, hogy ezt kellett csinálni, és egyébként akkor rájöttünk, hogy tényleg ezt már nagyon régóta, nagyon sokan szeretnék a településen végrehajtani, csak igazán nem volt rá forrás mostban. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 51 kilométernyi út újul meg. A fejlesztések 70-80%-a már elkészült. Tolna megyében egyébként megközelítőleg 1100 kilométernyi út van. 10%-a nőtt a balesetek száma Magyarországon az első fél évben. A gyalogosokat érintő közúti balesetek nagy százalékban a kijelölt zebrákon következnek be. Annak érdekében, hogy a tragédiák száma csökkenjen, új közlekedésbiztonsági eszközöket vetnek be a szakemberek. Szekszárdon az egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb zebrát is okossá tették. Ez azt jelenti, hogy felvillannak az aszfaltba épített lámpák, amikor járókelő érkezik a gyalogátkelőhöz. Így késztetik az autóst arra, hogy megálljon. Felvillan a fény, ahogy a gyalogos a zebra közelébe ér. Ez az úgynevezett okos zebra, amit egy alapítványnak köszönhetően Szekszárdon is kialakítottak, méghozzá azon a gyalogátkelő helyen, ahol kétszer akkora a forgalom naponta, mint az M6-oson, és ahol tavaly egy halálos gázolás is történt. Az önkormányzatok pályázhatnak, mi több szempontot veszünk figyelembe, a baleseti statisztikát, a forgalmi adatokat, illetve a városon belüli elhelyezkedést. Azért esett a választásunk erre a kereszteződésre, egyrészt már korábban is telepítettünk itt egy csúszásgátló útburkolatot,
kapcsolatot, hiszen a város bebizonyította számunkra, hogy sajnos ez egy fokozottan veszélyes útszakasz, és most a vészfékezés segítése után a láthatóság növelése mellett döntöttünk. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere emlékeztetett, több olyan beruházás is megvalósult a városban, például a siófoki vagy éppen a palánki körforgalom kiépítése, amik kifejezetten azt a célt szolgálták, hogy a balesetveszélyes helyszíneket megszüntessék. Az alapítványhoz is ebből a célból pályáztak az okozzebra kiépítésére. Akár börtönbüntetést is kaphat az, aki ittasan vezet, ezt sokan nem tudják. A törvény szerint Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, vagyis bármennyi alkoholt fogyaszt valaki, mielőtt volán mögé ül, legalább ideiglenesen biztosan elveszik a jogosítványát, ha ez kiderül. Mostanában egyre több az ittasan vezető sofőr, ezért a bíróságoknak kötelességük kifejezetten emiatt szigorú büntetéseket kiszabni. Egyre több ittas vezetés miatt indult büntetőügyet kell tárgyalniuk a Szekszárdi Járásbíróságon dolgozó bíróknak. Havonta legalább 10 ilyen esetben születik ezen a bíróságon ítélet. Ezeknél az eseteknél azt is mérlegelik a szakemberek, hogy az ittas vezetőknek milyen volt az előéletük, például, hogy voltak-e már korábban büntetve, vagy hogy milyen hosszú utat akartak alkoholos befolyásoltság alatt megtenni, vagyis, hogy mennyire voltak veszélyesek a társadalomra. Sőt, a meghozott ítéletekben annak is kulcs szerep jut, hogy mostanában egyre több az ilyen ügy. Célja a büntetésnek, hogy a társadalom összes tagját elrettentse attól, hogy megpróbálkozó hasonló cselekménnyel, ez a generálprevenció, ezért van az, hogy minden ittas járművezetésnél súlyosító körülmény az, hogy nagyon gyakori sajnos ezen bűncselekmény. Az ittas vezetés vétség vagy bűncselekmény is lehet, így van, akit minden jármű vezetésétől, más pedig csak attól a jármű kategóriától tiltanak el, amit alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. Utóbbinak az előnye, hogy ilyenkor nem kell utánképzésen részt venni, és például kismotor továbbra is vezetett az, akinek a B-s jogosítványát vonják be. És szélsőséges esetben akár börtönbüntetéssel is járhat a felelőtlenség. A notórius több alkalommal ittas vezetésért büntetett elkövetőkkel szemben a bíróság akár még 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetést is kiszabhat. Az ittas vezetés esetén az sem számít, hogy a vétkes sofőr érezte magán az alkohol hatását, minden esetben a helyszínen elveszik a jogosítványát, ha akármennyit is ivott korábban. Vasárnap hajnali 3 órakor indul a téli időszámítás. Az órákat hajnali 2 órára kell visszaállítani. A módszer azon alapul, hogy a lakosság szokásos ébrenléti ideje, a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak minél inkább egybeessen a természetes világosság idejével. Így ugyanis évente egy közepes méretű magyar város teljes fogyasztásának megfelelő villamos energiát spórolunk meg. Ennek ellenére a lakosság szerint fölösleges az óra átállítás. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt is tartott a témában, amire soha nem látott mennyiségű, majd 5 millió válasz érkezett. Ebben 84% az óraátállítás eltörlése mellett tette le a voksát. Korábban azt lehetett várni, hogy már jövőre megszűnik az óraátállítás az EU-ban, erre azonban 2021-ig várni kell. Regionális híreink következnek. 1,8 milliárdos fejlesztés a pécsi Szentmórban, zöld tetős csarnokot is kapott az iskola. Kazánt adott a német multicég, az oktatást segítik a pécsi Simonyiban. Torzomborz visszatér, újabb nemzetközi siker a Bóbi Tabár Színházban. Átadták a pécsi Szent Mór katolikus iskola Papnövelde utcai felújított épületét. A pécsi egyházmegye 1,2 milliárd forintos pályázati támogatást nyert el, amelyet közel 500 milliárdos saját forrással egészített ki. Az ünnepélyes átadón részt vett Michael August Blum, Magyarország apostoli nunciusa, Udvardi György, pécsi megyés püspök és Rákosi Balázs uniós források felhasználásáért felelős államtitkár is. A turisztikai fejlesztések, templomrehabilitációk és kegyhelyfejlesztések mellett a pécsi egyházmegye számára kiemelt fontosságúak az óvoda és iskola felújítások is. Jelenleg 12 önálló intézmény működik az egyházmegye fenntartásában, az óvodától a középiskoláig. A Szent Mór katolikus iskola Papnövelde utcai épület együttese csaknem 1 év alatt egy 17 milliárdos fejlesztés részeként újult meg. A forrás felét fordítják oktatási célokra, ebből 9 intézmény korszerűsítése valósul meg. 2 nagy komponensre bontható ez a mostani felújítás. A kivitelezési munkálatokra
amelyek összességében 1.614.000.000 forintot tettek ki. Eszközbeszerzésre, ahol iskolabútorokat, informatikai fejlesztéseket, laborfelszereléseket, hangszereket, oktatási segédeszközöket szerzünk be, mintegy 250.000.000 forintért. Az együttes kivitelezés 1.864.000.000 forintba kerül. A most átadott két részre osztható 200 főt befogadni képes, mobil lelátóval is rendelkező csarnok nem csak az iskolai testnevelés óráknak, edzéseknek és sporteseményeknek nyújt teret, hanem közösségi rendezvények helyszíne is lesz. Különlegessége, hogy a csarnok úgynevezett zöld tetőt kapott, ami kiváltja az udvart. Ez egy nagyon hosszú várakozási időszak utáni beteljesülés. 1993-ban indult újra a Szent Mór iskola központ, akkor még a Püspöki Énekiskola gyökerein, és mostanra 2018-ra értünk el oda, hogy infrastruktúrális fejlesztésben ilyen gyönyörű épület együttes fogadja a diákokat. A magyar szabványnak megfelelő tornaterem 1300 négyzetméteres. Az iskolában további 4000 négyzetméteren zajlottak különböző szintű építkezések és felújítási munkálatok, hogy a közel 700 gyermek oktatási, nevelési körülményei komfortosabbá és modernebbé tegyék. Látványos részéhez érkezett a dómtér felújítása. A régi cserkúti vöröses homokkövet és a szürke fonolit egy részét már elszállították, és az elkerített munkaterületen belül már raklapokon vannak az új vörös és fekete, 8 cm vastagságú gránitlapok. A felszedett kövek nagyobb része a gyárvárosi templomhoz került, de a rácvárosi templom környezetét is díszíti majd a homokkő. A fonolit egy része visszakerül a felújított térre, de a püspök szentlászlói kastélyparkba is vittek belőle. A több mint 4000 négyzetméteres tér felújításának végső határideje jövő év tavasza, ám ha az időjárás kegyes lesz, akkor az elkerített nyugati rész évvégére nagy valószínűséggel elkészülhet. Gázkazánt kapott ajándékba a pécsi Simonyi Károly szakiskola. Olyan modern kondenzációs berendezést, amit a legnagyobb számban vesznek hazánkban. Cél, hogy a szakmunkás tanulók ezt megismerve piacképes ismeretet kapjanak. A készüléket a Pécsen is telefonos ügyfélszolgálatot nyitott német multicég adta, hogy így segítse a szakképzést az iskolában. Ezt a készüléket adományozta a Fiszman cég pécsi képviselete a Simonyi Szakképzőiskolának. Csütörtök délelőtt kapta meg az intézmény az ajándékot. Vevőszolgálatunktól tudom, hogy ezt a típusú kondenzációs kazánt veszi a legtöbb magyar vásárló cégünktől, ezért adjuk ezt a készüléket az iskolának. Ezért gondolták úgy, hogy a kazán megismerésével a tanulók szaktudását növelhetik. Így akár a német gyártónál is elhelyezkedhetnek majd a jövő gázkészülék szerelői. Azért jöttünk Pécsre, mert ez egy ideális helyszín nekünk, sokan beszélnek németül, a középiskolákban kiváló nyelvoktatás folyik, és emellett a műszaki oktatás is jelentős. Akár a középiskolákról, akár az egyetemi képzésekről beszélünk. Ezt az oktatói munkát segítjük, hogy olyan szakembereket képezzenek, akiket mi is alkalmazni tudunk. Majd. A készülék 1500 euróba kerül, erre jön még az áfa. Az iskola igazgatója szerint az adomány a jövőt szolgálja. Egy befektetés a jövőbe, ugyanis nekünk elsősorban a jövőt kell tanítani a gyerekeknek. A diákjaink nem a múlt technológiáját, hanem a jövő világszínvonalú termékeit kell, hogy megismerjék, mert ezzel fognak dolgozni. Az új szabályok már ilyen kazánok beépítését teszik csak lehetővé, éppen ezért nagyon fontos, hogy a diákok ezeket a technológiákat is megismerjék. A német cég egy évvel ezelőtt létesített telefonos ügyfélszolgálatot Pécsen, hogy a vásárlóknak vagy éppen a szerelőknek műszaki háttértámogatást adjanak. Jelenleg 50 embert foglalkoztatnak, de jövőre már 100 alkalmazottat szeretnének a Baranyai megyeszékhelyen. Újabb díjakat nyert a pécsi Bóbi Tabáb Színház. Most Kolozsváron díjazták az egyik előadásukat. A nemzetközi fesztiválon mintegy 20 társulat mutatkozott be, ebben a népes mezőnyben értek el sikereket a Bóbi Tabáb művészei. Mi a Torzomborz visszatér előadásunkat vittük, és két díjat is elnyertünk, a legjobb díszlet díját, illetve a legjobb zene díját. Hát most így a Torzomborz az ágrábi szeptemberi siker után újra díjakat kapott, és még egy
dolgot hadd emeljek ki, hogy Nagykovács Géza, a Báb Színház bábkészítő tervezője is kapott díjat. Ő a Szatmár Németi Brigella előadásban tervezett bábokat, díszletet, és ő a legjobb bábokért kapott díjat ezen a fesztiválon. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Tragédia. Hárman meghaltak pálinka főzés közben Szekszárdon. Új út vezet a megye határáig, 350 millió forintos útfejlesztés Jágónaknál. Donautica. Exkluzív hotelt adtak át Domboriban. Útfejlesztés. 2,5 milliárd forintos pályázatot nyújt be Szekszárd. A hétvégén kifejezetten enyhe időre készülhetünk 20 fokot meghaladó hőmérséklettel, erős lökésekkel kísért délnyugati széllel és változó napsütéssel. Kisebb eső, zápor vasárnap előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!